A brit alsóház kedveste elutasította azt a javaslatot, amely megszabná a parlamenti munka további időrendjét. Így nem lehet tudni, hogy ezekre a szavazásokra sor kerülhet-e még az október 31-i tervezett határidő előtt. Viszont jóváhagyta a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodás általános alapelveit. Most további bizonytalansággal kell szembenéznünk, és az EU-nak most gondolkodnia kell arról, hogyan válaszolja meg a parlament késleltetési kérelmét. Az első következmény, házelnök úr, az, hogy a kormánynak rá kell lépnie a felelős pályára, és fel kell gyorsítania a no deal előkészítését. Másodszor, amíg döntés nem lesz, beszélni fogok az EU tagállamokkal a szándékaikról. És amíg döntés nem születik, azt kell mondanom, hogy szüneteltetjük ezt a törvényhozást, hadd legyek egyértelmű, mondta a miniszterelnök. Megteszem az ajánlatomat a miniszterelnöknek. Dolgozzon velünk, mindannyiunkkal, hogy elfogadjunk egy észszerű ütemtervet, és gyanítom, hogy a ház szavazni fog a vitára, az ellenőrzésre, és remélem, módosítani fogja a törvényjavaslat részleteit. Ez lenne az észszerű út előre, és ezt az ajánlatot teszem az ellenzék nevében, hangsúlyozta Jeremy Corbyn, a munkáspárt vezetője. A hosszú vita után megtartott szavazáson a képviselők 329-299 arányban voksoltak a megállapodásra. Ez lehetővé teszi, hogy az egyezményről szóló törvénytervezet a ratifikációs folyamat következő szakaszaiba lépjen.